Megérkeztük a TARDIS-szel az űrből. Jó, oké, király. Na, itt meg ilyen párnák vannak. Ó, mekkora maci. Na, ő a Teddy maci. Teddy friend. Teddy barát. Ez egy vasútmodell? És megy. Negyedik fejezet, fantasy, tehát fantázia. Ja, hogy ez engem követ? Ó! Na várjunk, ott van egy madár. Nekem az a madár kellene, csak... Hát ezt így nem fogom tudni fölvenni, gyerekek. Sőt, ez az árnyék is kelleni fog. Persze, mert az árnyék karakterrel csak úgy fog tudni átjönni, hogyha a vasútnak az árnyéket fogom használni, szerintem. De várjál! Hát ez így nem fog menni. Oda hogy ugorjak át? Várjál? Ne, így. Mert így leugrok. Itt most föl kell ugranom rá. Majd át ide, majd innen át oda. Aha, megvan. Jó? Na most ott megint tüskék vannak, szóval... Ja, hogy közelebb jön a fényhez, így, és így megnövekszik az árnyék. Áj, de komoly! Jó, hát remélem, akkor itt lejjebb fogunk menni. Sőt, ott föl is akadtam. Jó, hát akkor most jövök, ameddig tudok. Eddig. Akkor bejövök ide. Opa! Arrébb ment a vonat! És előtte a párnákat, na márjál! De nekem ide kell ez a madár. Jaj, nem már, hogy... Nem, elrontottam, gyerekek! Vagy nem tudok itt valamit ezzel a lámpával csinálni? Akkor egy madárral kevesebb, ezt elrontottam. Ide már semmiképpen nem tudok visszamenni, mert a vonat az tovább ment. Most ez kisiklott? Itt egy kocka. Nem, ezt el tudom húzni. Á, király. De már elmegy a vonat! Ó! Akkor ezt buktam. Jó, ez a madár ez most akkor alszik. Ez a kocka nekem tudja, hogy kelleni fog. Persze. Mert ha eltolom a fénytől, akkor ugye összemegy az árnyéka is. Viszont akkor ezt a madarat meg úgy tudom fölvenni, hogy megemeljük az árnyékot. Ja, és talán már így elérem. Igen, elértem. Azt mondja, remember? Emlékszel? De mire? Itt egy nagy kutya. Hey, Dagi! Dagi, Andi! Igen. És itt megint... Jaj, de aranyos! Ez a kis teás kanna fejű lény babázik egy dinoszaurusszal, meg valami más kis játékkal, amit nem ismerek föl. Hát esküszöm, ez a játék, ez egyszerűen aranyos. Nem... Ez egy nagyon aranyos és nagyon... Nagyon agyat megmozgató játék, bár eddig nem voltak még olyan nagyon nehéz feladványok. Na de majd szerintem ezután majd következnek azok is. Na várjál, szóval ezt megfogom, és elhúzom magammal együtt. Ezt pedig eltoljuk azért, hogy vele át tudjak ott ugrani. Igen, na most visszahúzzuk. Jó magas árnyék, így van, és át... Elrontottam, visszatekerjük. Most kell nekem ez a kocka. Jól eltoljuk. Eddig, és innen most már fog menni elvileg. Így van. Jó. Oké. Ezek még azért tényleg könnyű feladványok, de szerintem ezek után jönnek majd a nehezek. Amit mondtam az imént is. Ahogy haladunk előre a történetbe. Na, akkor vele jövök. Itt pedig megint kockák, amiket... Na várjál. Itt át tudok menni a lámpa fénynél. Ez milyen érdekes egyébként. Tehát bele tudok lépni én a fénybe, de hogyha rávetül a padlóra, akkor már abban nem. Aha, jó, oké. Ezt lehet, hogy később majd kelleni, tehát használni kell ezt az elgondolást. Ezzel visszajövünk ide. Eddig. Vele... át tudok vele vajon... Krani, nem. Akkor megvan, akkor a kis kocka kell, de akkor ezt el kell húznom, vagy tolnom. Ó! Á, értem! Na várjál, visszaváltunk erre. Ezt... És akkor így. Igen, egy ilyen kis lépcsőt kellett csinálni neki, de még mindig kevés. Na majd így. Ezt a madarat nem hagyjuk itt. Ez az. Jó, és akkor viszont most megint az kell, hogy ezzel ezt el kell húznom. Vissza kell tolni a kockát, hogy fel tudjak mászni rá. Igen. Akkor ezt vissza kell tolnom. Na akkor így. Jó, akkor ezt most megint elhúzom. Ezt szintén. Bár ezt nem is kellett volna, mert csak ezt el kell tolni ide. És kész. És ott kirajzolódott egy hold. Ez de milyen komoly már?
akkor felhőkön kell ugrálni. Aha. Ja, várjál, már ezek eltűnnek. Jó. Nem baj, megoldva a problematics. Jó, és akkor erre tovább. Oda le. Jó, na vele megérkeztem, és nem is tudok most visszamenni. Szóval az árnyékomra valószínűleg már nekem nem lesz szükségem. Na, itt vagyok. Ott egy madár. Na de várjál, ha ezt én most fölveszem, akkor le fogom adni a felhő. És nem fog tudni visszaugrani. Szóval, kell csinálnunk valamit. Ez félek, hogy így kevés lesz. Ó, várjál, ott van még egy felhő. Ó, sőt, ott van még egy felhő. Ó, hát akkor megvan. Leugrok. Így már egyszerű azért. Ott meg a vonat megérkezett, és megy tovább. Ez nagyon király, gyerekek, nagyon tetszik ez a játék. És eddig jöttem. Star, csillag. What? Mi? Most engem követ a fény, illetve az a lámpa, amin ki van vágva ez a hold forma. What? Lol. És áthoztam magam tulajdonképpen erre a részre. Ez nagyon komoly, nagyon tetszik. Gyerekek, ez zseniális. Ez a játék nekem nagyon tetszik. Fú, jó. És a hold. Na, nézzük csak. Van itt egy repülőgép modell, aminek forog a propellerje. És ha ezt én most meghúzom, akkor mi van? Ó, akkor fölemelkedik. És na most, itt rá van kötve egy lámpa. Ja, igen, na, csak ezzel úgy kell ügyeskedni, hogy ne húzzam, ne húzzam neki magam a tüskének. És ha ezt én most leengedem, akkor itt alattam tüske lesz? Jaj. Jaj, nem. Nem. És el kell tolnom. Á, igen. És akkor így nem is akadok bele, hiszen a távolabb is került tőlem a lámpa. Jó, na akkor most átváltunk, megemeljük. Ah. Jó, eddig jó. Szerintem ezt le kell engedjem. Ezt eltolom. Oh my god! Majdnem elkaptam a tüskét. És most kell fölemelni, persze! Hát ennyi, és innen már át tudok ideugrani, jól van. Oké, na itt pedig a kártyalapok árnyékain kell mennem, ahogy látom. Ja, igen. Most át oda, és akkor ott van már a kör. Úgy. Aha. Ott megnézitek. Azok ott megint játszanak valamit, hát egyen meg a kicsi szívüket. Hát ez nagyon aranyos az a játék, gyerekek. 16/98. Igen, ugye ez egyik madár azon biztos, hogy nincs meg, tehát ez már nem lesz 98, összegyűjt cucc. Aranyos híd, amit magam építettem. Ó, felépül a híd a kártyalapokból. Na, át a ceruzán. És idáig. Jó, és akkor az árnyékom pedig itt maradt. Viszont akkor itt, jaj, meg itt a felhők. Nem is néztem, hogy hova ugrok, csak ugrottam. Itt viszont leesetek. Remélem, hogy ez nem fog leomlani. Hát, nem. Ott a madár fönn, gyerekek! Nem, a tüske! Igen, át, oda. És oda. Ó, oh, oké, megvan. Jó, megvan, megvan az a madár is, király. Jó, akkor eddig, ha minden igaz, akkor csak egy madarat vesztettem el. Ajaj, itt le kell hullatnunk magunkat, igen. És megérkeztem, most már ezzel az árnyékkal is. 17/98, na most itt megint van egy ilyen kar. Aha, ez lesüllyedt, hiszen várjál, ott volt egy madár. Hogy is volt ez a madár? Meghúzom. Aha. Nekem majd be kell akkor az árnyékkal szaladnom oda. Átváltunk. Áj, nem sikerült! Gyors, átváltunk, és megvan. Improvised. Ide pedig fel tudok ugrani? Nem. Nem-e? Na várjál. Nem, persze, mert itt van egy kocka. Ezt tudom tolni. Nem kocka, doboz. Ja, de nem tudok elmenni, mert a fény. És mi van akkor, hogy ezt én most meghúzom? Akkor már is tudom tolni. Zsír. Ez az. Akkor most megint meg kell húzni. Várjál, szóval ezzel már most ide kell állnom.
Hát kb. Mert ezt fel fog emelni, ugye? Ha jól gondolkozom. Ja, így van. Aha, és akkor innen mit csináljak? Jó, eljövök erre. De várjál, hát most nekem ott nem kell tovább jutnom, vagy tovább mennem valahogy? Na várjál, és akkor innen mit csináljak? Oh my god! Ugye megijedtem, ez egy kártyavár és leomlott. Ezt is én építettem, van odaíró a szöveg. És megérkeztem ide. Na és most, hogy már nincs kártyavár, tovább tudok menni, megint a felhőkön. Ajajaj. Ezt a felhős részt nem szeretem. Ez az. Remélem, hogy nem volt ott valami madár, ami a nagy felhő ugrálás közepette elkerülte a figyelmet. Ajaj, várj, hát most nézem, hogy mi van itt. Nem, ezt elrontottam, mondom, elrontottam. Igen, na így. Na akkor most megcsinálom gyors először ezt a részt. Átjövök ide. Igen, ott hol lesz árnyék? Hát igazából ugyanitt. Jó, aztán ott bent lesz árnyék, szerintem az ott elég lesz nekem. Igen, jó, király. Akkor átjövünk szépen ide, és itt igazából végig is jöhetek. Igen. Jó, és akkor innentől kezdve pedig már egyszerű, mert csak eljövök ide, és kész. Azt mondja, ez az én játszóterem. Nem akarsz velem játszani, vagy valami ilyesmit írt? Na. Á, ez az. Jaj, várjál már! Hát itt nekem úgy kell... Jaj, úgy kell mennem, hogy... Ott a madár! Kell a madár! Jó, elrontottam mi? Szóval ki kell számolni, hogy ezt a madarat hogy tudom fölvenni úgy, hogy legyen időm majd tovább... Jaj, tovább is menni... Ez az, talán most így jó lesz? Igen, mert csak követni kell ezt a izét. Megvan! Zsír! Itt pedig leesetek. Ez az! Nagyon komoly ez a játék. Opa! A kártyalapok. Hirtelen megijedtem, hogy leesek velük, de nem. Lepotty, és akkor most már csak vele kell jönnöm. Na most, ezek ilyen puzzle darabkák. Listen, hallgasd! De mit? És megérkeztem ide! 19 per 98. Jaj, nem mondod! Szegény, bele van szorulva. Ez egy egér fogó, vagy mi ez? Na itt nem tudok tovább jutni. Akkor... Ez itt egy kapcsoló? Megvan, ez egy kapcsoló volt, igen. Igen. Megyünk tovább, jó, hát eddig ez megint csak egyszerű volt, jó. És akkor mehetek is vele tovább. Itt is van valaki. Nem, akkor ez nem egy izé, akkor ez egy kapcsoló. Ja, értem. Szóval ez a lámpa, ez azért világít, mert rajta fekszik. És olyan, mint hogy nem is élne, csóró. Ő pedig csak ül és ott szomorkodik. Ennek is ilyen kis teáskanna feje van. Igen. Következő szakasz. Még mindig 19 az a számlálós akármi. Ne! Épp akartam mondani, hogy nem fogok átférni. Hát nem is fértem. Oh, hello! Ő pedig egy cukorkával... Jaj, de aranyos vagy. Lecsukta nekem azt a dobozt, azt a ládát, és így tovább tudok menni. Azt hiszem, vagy nem? Itt van megint egy tolható doboz. Aha. Jaj, csak hogy nem tudok átmenni. Mi az a vályát a falba? Ez pont belemegy, nem? Igen. És akkor... De most tudok, mert... Ja, várjál, te kapcsoló. Ó, megvan. Ennyi. Jó, király. Na, jó. Ővele beértem, és akkor jöhetek vele. Amúgy baromi kicsi vagyok, tehát valamiért nagyon össze vagyok menve. Hogy ekkora minden, a kártyalapok, meg minden kocka, stb. What? What? Ide komolyan néz ki. Alakul át a pálya? Jaj, de jó. Ceruzák is vannak itt, meg minden. Azokból oszlopok lesznek, a kártyákból ilyen lap, és itt van a következő, az... Aha, de várj, az árnyékon pedig már ide került. Jó, nem is sok rá visszaváltani, és akkor innen megyünk tovább. Jól van. Itt van megint egy kocka, meg egy kapcsoló. Ez mit csinál? Fölemelkedik ilyen
Ha fölmegednek a csempék. Jó, na várjunk, akkor ezt szem nekem mindenképpen ide kell húzni, mert az árnyékon másképp itt nem fog tudni átmenni. Ja. Ennyi, ez meg is van. Ó, nézzétek, itt van valaki ennél a pultnál. Ott várakozik. Jó, igazából gyorsan elértünk ide, itt van egy kör. Jó. És akkor most már csak vele kell jönnöm. És igazából így el is tudtam jönni, mert ugye most már nem volt fény. Na, vele is beértem a körbe, és akkor 19 per 98 a madarak száma. Aha, this way, mondja a kiírás, szóval menni, erre kell menni. Méghozzá oda föl. Na várjál, itt van egy kocka. Ezt a kockát, igen, ez most eltoltam, de ez így még kevés, szóval akkor visszaváltunk. Itt meg van egy kapcsoló is egyébként, de szóval ezt el kell tolni ide, igen. Át ide. Ja, de várjál, ez így még kevés. Igen, mondjuk van itt egy kapcsoló. Kinyílik ez. És akkor... Ja, mert várjál, aha, megvan. Szóval nem csak az ajtót nyitja ki, hanem ezt is. Teszekem oda fényt. És akkor végig tudok jönni a csövökön, vagy csöveken, vagy csövön. És akkor már csak ő van hátra. Ja, és akkor ez becsukódik. Igen, mert akkor ezzel rá kell tolnom a dobozra, vagy a dobozt a kapcsolóra. Így. Király. Na, vele is beértem a körbe. És mehetünk tovább. Itt ezben a székben ül valaki. Ez most olyan amúgy, mint valami kórház. Aha, na várjunk. Ezzel rálépek ide. Kapok egy árnyékot, amire ráugorhatok. Akkor viszont ez így ennyi. Akkor most kell a másik kapcsoló, hogy visszakapjuk az árnyékat, igen, gondoltam. És ez meg is van. És ott van a kör, itt pedig... Akkor ez tényleg egy kórház, gyerekek, ott vannak a betegek, ott várakoznak. És engem néznek. De annyira cukik. Annyira szomorúak, vagy nem tudom. Egy szót se szólnak, és csak úgy vannak. Oké, na most, itt vagyok. Itt megint kell ez a kapcsoló. Igen, ráállunk erre, és akkor mi történik? Igen, fölemelkedik ez, és innen már át tudok odaugrani. Ezt meghúzom. Ajtó kinyílik? Várjál, igen. És át tudok jönni. Következő, először az árnyékkal megyünk, mert részben itt még fel tudok ugrani, és ezt a kockát pedig el tudom tolni. Igen. Igen, na még egy kicsit, de így már nem jó, várjál. Nem, ezt eltolom ide, elengedem, ráállok, és akkor így. Oké. Akkor most már csak vele kell tovább mennem, de ez meg becsukódik, mert megint nem toltam rá a kockát. Úgy. Hoppá. Igen. Na, vele is megérkeztem. És mehetünk tovább. Na szóval, vele is kell azért valamit csinálnom, tehát vele azért el kell jönnöm idáig, viszont itt nem tudok felugrani, mert... Na várjál, és akkor mi lesz a dolgom? Aha, így. És akkor most elvileg lesüllyed. Oh my god, leestem egész ide, a padlóra. Megint meghúzzuk ezt. Á, most kellett volna felugrani. Vissza az egész. És akkor most ráugrok. Így, oké. Ez meg volt. Be a karikába, és akkor jöhetek vele is. Na nézzük a következő területet. 19 per 98. Itt nem tudok fölmászni, úgyhogy menjünk a lépcsőn. Ott pedig megint ül valaki. Á, de kis magányos. Az ajtó kinyílt, és bejöhetek ide. Ott pedig ki. Jó, na nézzük. Érdekes, hogy most az árnyékommal nem kell foglalkoznom. Mert simán ott hagytam. És vele be is értem a körbe. Ő pedig szerintem csak simán, igen, itt a csőben fog tudni jönni. Jaja. És ott a madár! Ó, át kellett volna ugranom! Na gyerekek! Ezt most elcsesztem. Mert ott föl kell, át kellett volna ugranom. És nem tudtam, hogy ott van egy madár. Na mindegy. Akkor most már kettő madár tuti mínusz. Na itt van megint egy kocka, meg megint egy kapcsoló. Aha. Jó, akkor vele ide átjövök. És akkor most kell eltolnom. Igen. Na ott a madár. Új, gyerekek, azt a madarat. Na azt hogy lehetne fölvenni? Akkor viszont vele eljövök idáig.
Mert elvileg... Igen, na várjál, akkor ezt most visszahúzom ide. Ráállok vele ide, és akkor vele pedig be tudok már ide ugrani elvileg, ugye? Jó, ez nem volt olyan nehéz, azt hittem, hogy sokkal nehezebb lesz. Mint ahogy sokszor már hittem ezt, ugye, bár aztán végül is mindig kiderül, hogy olyan tök könnyű a megoldás. Ahhoz képest legalábbis. Na, szóval, ja, itt végig a csövön, és itt van a kör.